Számtalan kiállító várta az érdeklődőket az állásbőrzére a Continental Arénában. A standokon interaktív módon is megismerkedhettek a munkahelyek kínálatával. A foglalkoztatás az elmúlt években folyamatosan javult, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A magyar gazdaság is növekedési pályára állt, 12 éve nem tapasztalt emelkedés történt, így 2013-hoz képest tavaly 4,2%-os növekedési teljesítményt ért el. A foglalkoztatási mutatóink lényegesen jobbak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek, mint az országosak. Mind a mellett, hogy országos szinten az utolsó előtti megyék vagyunk, az Észak-Alföldi régió. Sajnos a legutolsó helyen van, Nógrád megye van tőlünk rosszabb állapotban, de azt tapasztaljuk, hogy egyrészt a közfoglalkoztatási mutatók lényegesen csökkentek, másrészt a nagy számok, amelyek a országos átlagot jelzik. Egy 4,2, most mondok szándékosan egy számot, egy 4,2%-os gazdasági növekedésnél, ami vélhetően tartósan megmarad, egy további elsődleges munkaerőpiacra történő bevonást jelenthet. A 2010-es tervek között az szerepelt, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet teremtenek, 2017-ig 690 ezer új munkavállalót regisztráltak hazánkban. Ez azt jelenti, hogy 7 év alatt 18,5%-kal 4,4 millió főre nőtt a foglalkoztatottak száma, a terv, hogy ez a szám 5 millióig emelkedjen. Az ifjúsági munkanélküliséget tekintve pedig Magyarország az uniós tagállamok között a 20. helyről a 8. helyre lépett előre.